2018. júniusában nyílt meg a Magyar Vörös Kereszt Nyíregyházi Család és karrierpontja. A projekt egyik legfontosabb célkitűzése a munkavállalás szempontjából hátrányosan érintett csoportok munkaerőpiacra való visszatérésének támogatása volt. Az álláskeresés során ugyanis hátrányként jelentkezik az az időszak, amit az álláskereső a munkavilágán kívül töltött, a visszailleszkedés különféle ingyenes szolgáltatások segítették az elmúlt közel három évben, az ott a 35 percben. A tanácsadásoktól kezdve a tréningeken, képzéseken át olyan rendezvények, már saját rendezvények szervezése volt döntő, ami, ahova főleg kisgyermekes anyákat vártunk, de egyáltalán a célcsoportunkba tartoztak a férfiak is, nagypapák esetleg, vagy gyermeküket egyedülnevelő családfenntartók. Rendezvényeken is próbálták elérni a célközönséget, amelyből elsősorban a kisgyermekes anyák keresték meg őket. A szakmai vezető azt mondta, sikeresek voltak a tanácsadások, a tréningek. Összesen 1600 jelentkezőt sikerült megszólítani, Ráadásul a programok és a foglalkozások ideje alatt gyermekfelügyeletet is biztosítottak a kisgyerekhez szülőknek. Munkadókkal is együttműködtek, ösztönözve őket a hagyományostól eltérő foglalkoztatási formák bevezetésére. Ezek nagyon egyszerű dolgokon tud múlni, például egy rugalmas munkakezdésen. Tehát ott, ahol nem gyártósor mellett dolgoznak, és blokkoló órával indul a, a munkanap, annál ezt meg lehet tenni. Meg lehet tenni egy nagyon egyszerű részmunkaidős foglalkoztatásnál. Ott, ahol nagyobb üzemek vannak, és van kereslet, családi bölcsődék, vagy munkahelyi bölcsődéknek a létesítésével. Tehát van, van egy csomó olyan. Családbarát szolgáltatás a munkáltatói oldalon, ami igazándiból nem jelent túl nagy anyagi befektetést a munkáltatónak, viszont ezt a, a, a nők visszaszoktatási idejét meg lehet vele könnyíteni. A szakember a családbarát munkahelyek fontosságát hangsúlyozta a műsorban. Mint mondta, az lenne az ideális, ha a család és a karrier egymás mellett tudna fejlődni. Hozzátette bár a projekt 36 hónap után most lezárul, bíznak a folytatásban. Az ilyen jellegű feladatokra ugyanis nagy igény van a megyében.